Sziasztok, innen a gyönyörű Karib-szigetről, Szent Martinon vagyunk, és arra gondoltam, hogy megosztok ma veletek egy pár gondolatot a háláról, mert én ma nem tudom, hogy ma mi történt velem, én minden nap nagyon, de ma nagyon-nagyon hálásnak éreztem magam, mert közben ugye nekem is történnek a dolgok, attól függetlenül, hogy itt vagyok a párommal ezen a gyönyörű utazásom. Elnézést kérek először is, hogyha zajok lesznek, mert nem tudok egy olyan helyet találni, ahol ne legyenek emberek. Több mint 3000 ember van a hajón, és nincs egy szeglete, ahol teljesen egyedül lehetne az ember. A spába lehetne, viszont a spába nem lehet bevinni a telefont, és nem lehetne beszélni, szóval nem lehet beszélni a spába. De miért is lehetek például azért hálás, hogy a spába nem lehet bevinni a telefont? Mérgelődhetnék, mert ott olyan jó csend van, nyugalom, mehetnék videót készíteni nektek, de nem. Azért vagyok hálás, hogy a spába nem lehet ezt használni, mert ott önmagammal tudok lenni, ott kint hagyok mindent és mindenkit. Amikor belépek azon az ajtón, akkor megszűnik tulajdonképpen a világ, és csak én és a kis lelkem és a gondolataim, amiket meg kell tisztítani, mint egy rostán, így tudjátok, így át kell a gondolatokat szitálni. Tehát tulajdonképpen ott azért lehetünk hálásak, mert akkor ott magunk lehetünk. De miért is lehetünk hálásak az életünkben? Ugye kezdjük onnan, hogy az emberek küzdenek az életükkel, a férjeikkel, a gyerekeikkel, tehát tényleg nagyon-nagyon sok rétűen ugye oda kell figyelnünk az életünkbe azokra a dolgokra, amiket ugye meg kell oldanunk. De mi van akkor, amikor megoldottuk? Például egy rossz partner kapcsolat, amikor megoldódik, vagy levizsgázik valaki, vagy pedig megszerezte a diplomáját, bármiféle dologról lehet bármiféle dolog lehet az, amin dolgozunk. Az emberek kipipálják, amikor megcsinálták, és mennek tovább. Elfelejtenek az emberek hálásak lenni, és elfelejtenek az emberek köszönetet mondani önmaguknak és a környezetüknek, akik által ugye meg tudták valósítani azt a valamit, amit mondjuk például egy jogosítvány megszerzése. Hányszor hallottad, hogy megáldotta vagy hálát adott valaki az oktatónak, vagy a vizsgabiztosnak, vagy ennek a tankönyvnek, vagy önmagának, aki megtanulta, át tudott menni, hogy ez megtörténhetett, megvalósulhatott. És igazából az emberek monoton életet élnek, tehát ilyen, hogy megszerezzük, kipipáljuk, megyünk megint tovább, megint megszereztük, megcsináltuk, kipipáljuk. Tehát nem az van, hogy minden egyes dologért, vagy bejött fillérért hálát adunk és köszönetet mondunk, hanem ez teljesen rendben van, és innentől kezdve megyünk tovább és nézzük a következő dolgot, hogy hogyan lehet tulajdonképpen tovább menni. Én nagyon hálás vagyok az életemben, nagyon-nagyon sok rossz dolog történt az életemben, én 27 éves koromig borzasztó pokol életet éltem, és ez nem másnak köszönhető, mint magamnak. De a legvégére már olyan szinten voltam lent a béka feneke alatt, hogy már komolyan mondom, a halál is jobb lett volna, mint hogy ezt az életet élni, amit én éltem. És aztán egyszer csak így elkezdtem más gondolkodást élni, és elkezdtem hálás lenni az életemért, még akkor is, hogyha nagyon rossz volt az életem addig. Visszamentem egészen a gyerekkoromig, ahonnan kezdődtek a problémák, és bizony ki kellett csomagolnom minden egyes problémát, és bizony hálásnak kellett lennem, még akkor is, hogyha nagyon nehéz volt. Nagyon-nagyon hálás vagyok például azért, hogy ezt meg tudtam csinálni, és ma már több mint 10 éve embereket segítek és embereket tanítok arra, hogy hogyan lehetünk hálásak az életünkbe, és hogyan lehet az életünket úgy jobbá, egy magasabb minőségben élve
elérni, amiről ugye most még csak álmodik néhány ember. Nagyon sok mindenen mentem keresztül, nagyon sok olyan dolog történt velem, amikor azt mondaná az ember, hogy ebből nincs tényleg kiút, de van mindenből kiút. Mindenből, teljesen mindegy, hogy milyen nehézségekkel küzdesz most, mindenért hálásnak kell lenni, mert minden értünk van, minden azért van, hogy minket szolgáljon, a mi tanításunkat, a fejlődésünket szolgálja, és innentől kezdve, hogyha ezt tudod, elfogadod, akkor meg fogod tudni érezni azt a változást, azt a csodát az életedbe, amiről beszélek most. Tehát igazából az, hogy hálásak vagyunk, elmondhatjuk, hogy hálás vagyok, hogy beteg voltam. Miért mondhatom azt, hogy hálás vagyok, mert beteg voltam? Azért, mert amíg az ágyban feküdtem, és előtte nem vigyáztam önmagamra, ugye az univerzum ágynak döntött, mert a testemen keresztül üzen az univerzum, és hogy amíg ágyban vagyok, addig azt tanítja meg nekem, hogy legközelebb, hogy vigyázzak magamra jobban. Ha minden megy tovább, és nem betegszek meg, akkor az ember miért hálás? Nem tud. Most miért legyek hálás, például, hogyha minden jól történik? És onnantól kezdve, hogy valami rossz történik velünk, akkor ha hálásak vagyunk érte, akkor az univerzum mi hamarabb megtanítja nekünk azt, hogy miért lehetünk hálásak. És megkapjuk azt a változást az életünkbe, ami miatt kellett ezt a valamit megélni. Tehát ha mondjuk elvesztetted a munkádat, vagy kirúgtak, vagy te hagytad ott, teljesen mindegy, vagy ha elhagytak, vagy bántottam, kihasznált a barátod, aztán nagyon sokféle dolog, rossz dolog történhet egy emberrel, ami miatt hálásnak lehetünk, és igazából, hogyha tudod, megtudod, megérzed majd ennek a savabb borsát, hogy miért is érdemes hálásnak lenni, akkor fogod megtanulni, hogy oké, akkor ez a betegség ezt tanította. Oké, akkor a barátom ezért csinálta ezt velem, mert magamat kell mondjuk jobban tisztelnem. Tehát mindig kapunk egy tanítást, egy rávilágítást arra, hogy hogyan is folytassuk az életünket, miután már az a rossz dolog megtörtént. Természetesen a jó dolgokért is hálásnak kell lennünk, például, hogy én itt vagyok ezen a hajón, ezért én is nagyon hálás vagyok. De tudom nagyon jól, hogy ez nem hoz nekem egy hatalmas tanítást. Mondjuk sok mindent tapasztalok meg itt a hajón, de mégse fog egy olyan tanítást adni, mint ha mondjuk egy rossz dolog történik velünk. Most erre nem azt akarom mondani, hogy mindig örüljetek, hogy a rossz dolog történik veletek, de tudjátok, legyetek tudatosak arra, hogy ha rossz dolog történik veletek, akkor legyetek még jobban hálásak, és csak figyeljetek befele, hogy miért történhetett veletek ez az egész dolog, mert meg fogjátok hamarosan tapasztalni, hogy oké, tehát majd fog jönni egy ilyen hoppá érzés, hogy oké, tehát akkor ezért történt ez, jó, oké, akkor legközelebb erre jobban figyelek, és hogyha erre te tudatos leszel, akkor fogod tudni érezni azt, hogy igen, miért is kell nekem minden pillanatban jóért, rosszért hálásnak lennem. Remélem, hogy meg tudtam ezt nektek így magyarázni, vagy meg tudtam ezt értetni, de higgyétek el, hogy hálásnak lenni nagyon-nagyon jó. Tehát ne szitkozódjatok, ne átkozódjatok, nem a világ tehet róla, nem az időjárás tehet róla. Egyedül az, hogy te neked milyen a gondolatod ide bent a fejedben, és te azzal mit nyilvánítasz ki ugye a világba, a világtól mit kapsz vissza, és hogyha te azt megkapod, és az neked rossz, azért ha hálás vagy, abból biztos, hogy fogsz kapni egy tanítást, és ha megkaptad a tanítást, akkor fogod tudni értékelni azt az adott rossz dolgot, ami történt veled. Köszönöm, hogy itt voltál. Szia!